voltam, amikor meghallottam a gyurgyalak hangját. Hamar beszaladtam a fényképezőgépemért, és az állvánnyal együtt óvatosan minél közelebb próbáltam kerülni hozzá. Ott ült a házunk előtt lévő villanydróton. Egyszer csak, egy olyan méterre tőle, leszállt egy sárgarigó. A sárgarigó ugrott közelebb hozzá, egyre közelebb hozzá. De annyira összevesztek, úgy látszik nem szereti a két faj egymást, a sárgarigó röpült el, ő adta fel a harcot előbb. A gyurgyalag tovább ült nyugodtan, mint akinek semmi dolga, nézett jobbra, nézett balra, várakozott. Egyszer csak egy vadgalamb repült le, pont vele szembe, és elkezdett udvarolni neki. Bólogatott, turbékolt, hát én ilyet még nem láttam. A gyurgyalag egyáltalán nem törődött a vadgalambbal. Unottan nézelődött, nézett jobbra-balra, a galamb egyre közelebb ugrott hozzá, és udvarolt tovább. A gyurgyalag egy idő után megunta, elrepült. A galamb maradt ott egyedül magába.